Az európai borászatra jellemző fogyasztás csökkenés itthon is érezteti hatását a borfogyasztás visszaesése drasztikus volt az elmúlt 20 évben. Ezzel párhuzamosan azért a Magyarország szőlőterülete is csökkentek, lényegesen kevesebb szőlőterületen gazdálkodunk ám mint, ő, mint 20 évvel ezelőtt, viszont a borfogyasztása is az elmúlt években iszonyatosan visszaesett. Ennek az okát mi is vizsgáljuk és nézzük, és látjuk a fogyasztói trendek változását. Érdekes módon a fehér boroknak a fogyasztása az növekedett a borvidéken, a rozé az már évek óta egy stabil, stagnáló piac, de a a kész fogyasztása drasztikusan csökkent. Hiszen amíg Magyarországon 20 éve még 30 liter volt az egyfőre első borfogyasztás, Addig idén ez a mennyiség már megközelítően 15 literre esett vissza. Ezt több okkal is tudjuk magyarázni, több okot is látunk benne. Például a mai fiataloknak kevésbé nyúlnak a borhoz. Én nem gondolom, hogy az alkoholfogyasztás csökkenne, sokkal inkább azt látom, hogy a bornak a fogyasztása csökken. Valahogy nem érinti meg a fiatalokat már a borhoz való kultúra, nem érinti meg, hogy ez nem csak pusztán egy alkoholos termék, hanem ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon komoly szakértelmet igénylő ö, fogyasztási cikk, és ezért előszeretettel választák azokat a azokat a termékeket, amelyek esetleg jobb ivásúak, édesebb ízek, és ezek a száraz vörösboroknak sajnos most egy picit visszaesőben van a fogyasztása. A bajok szembetűnő jelei közül megfigyelhető, hogy a borfogyasztók korfája rohamosan öregszik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani. 20 évvel körülbelül úgy számoltuk, hogy 25-26 liter per fő per évnyi bor el Magyarországon. Ez a számos tanában már visszaesett, 15 liter környékére kalkulálunk, ami nagyon drasztikus fogyasztási csökkenés jelent. Hát, hogyha a lakossághoz visszajöjjük, ez körülbelül egy millió hektoliterrel kevesebb bor fogy, fogy el a magyar piacon, mint az előző években ez egy tényleg komoly területveszteséget is jelenten. És hogyha ez a trend folytatódik, akkor még ez a kevés szőlőteletünk, ez a körülbelül 60 ezer hektár is, majd, hogy nem azt mondjuk, hogy sok lesz a, 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 a hazai piacra. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 2024. január 1 indul el hazánkban a kötelező csomagolóanyag visszaváltási rendszer. A most megjelent részletszabályok alapján a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik majd minden üveg, egy deciliter és három liter közötti űrtartás a italtermék, így az ebbe a kategóriába tartozó borászati termékek csomagolása is. Az EPR-t váltja föl tulajdonképpen, ami azt jelenti a, a piac számára, hogy ö, nagyjából ez nekünk plusz 50 forint költség lesz minden egyes palackon, illetve most a jelenlegi álláspont szerint... Ö, irtózatosan sok adminisztrációs teher, illetve várakozási idő, hogy egy-egy tételt forgalomba ö, hozhassunk. Úgyhogy reméljük, hogy mind a kormány, illetve a MOHU ö, ebben a tekintetben fog gondolkodni, és, és megpróbálja megvizsgálni azoknak a lehetőségét, vagy azoknak a dolgoknak a, a, a lehetőségeit, hogy hogyan tudnák ezt számunkra, ö, borászatok számára megkönnyíteni, illetve hogy érdemese vajon bevinni ö, a borászati ágazatot ebbe a a, az visszaváltós rendszerbe, hiszen ha megnézzük a sört, vagy a, sörnek a kibocs, vagy a söröknek a kibocsátását és ezeknek az üveges termékeiket, elenyésző mennyiség ahhoz képest a boros palack. Főként a mai fogyasztások alapján, tehát amikor 20 évvel ezelőtt megittak az emberek 50 liter bort egy évbe per fő, most ez jelenleg 15-17 liter, amiről, amiről beszélünk, csökkent ugye a trend, és emiatt csökkentek az ezáltal fölhalmozódott költségek. A döntés a borászokon túl arra, mint egy 25 ezer szőlőtermelő gazdálkodóra is hatással van, akiknek bevétele erősen függ a magyar borászok hazai és exportpiacokon történő eredményességétől. A borfogyasztás alakulását jelentős mértékben érintette a koronavírus járvány, hiszen akkor az összes vendéglátóhely bezárt a szigorú lezárások miatt a Covid utáni időkben kezdődött az a tendencia is, hogy hogy itt az energiaárak miatt gyakorlatilag évente 20%-ot nőtt a, a felhasznált anyagok, kezelőanyagok, az üveg, a címke. Igazából olyan szintű, szinte duplájára emelkedett az elmúlt 5-6 évben a, az előállítási költség, és ehhez képest a borárak valami keveset tudtak. Jó esetben 5-10% is tudtunk érvényesíteni. Nyilván többet azért sem lehet, mert egyszerűen a fogyasztók pénztárcáját már nem, nem lehet tovább feszegetni, és ez az a helyzet, ami, ami, ami nagyon nehéz állapotokat idézett elő. És hát ugye ezt még csak fokozni fogja ez a komoly adminisztrációs teher, ami ami most ugye hát arra vár, hogy hogy mint gyártók felelősséggel mögé álljunk. Egyébként én teljesen egyetértek a, nyilván az üvegváltással, tehát a környezetvédelmi szempontokat mi messze menőkig elfogadjuk, legyen szelektív, legyen visszagyűjthető, feldolgozható. Nyilván ez talán egy kicsit több időt kellett volna erre adni, egyébként több ország erre kapott felmentést, Magyarország valami miatt nem kapta ezt meg, tehát nekünk ez decembertől már a most, december utáni forgalomba hozott boroknál érvényes lesz, már, mint az új címkézési szabály, mert ehhez még az is hozzájön, hogy fel kell tüntetnünk a, a címkéken a, a kalóriatartalmat, és egy egy külön QR kóddal kell a fogyasztónak bebizonyítanunk, hogy hogy az adott bornak a paramétereit, a, a felhasznált anyagokat, ha valaki tejérzékeny például olyan derítőanyagot használt az adott borkészítésnél a borász, akkor erről mind tájékoztam el módon a, fogyasztót. a fogyasztók köre idősödik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani, így előbb-utóbb még radikálisabban fog csökkenni a fogyasztás. A válságok sem kímélik a borászokat, nem beszélve az uniós alkoholpolitikáról. Igen, sajnos ezek a hírek igazak, jelentős mértékben csökken, mind az európai, mind a hazai borfogyasztás. Amikor én végeztem a főiskolán 99-ben, nekünk még 37 litert tanítottak per fő, ez ma bőven 20 alá csökkent sajnos, de igazából ez nem csak a magyar borágazatot sújtja, hanem Európában is, tehát Olaszországban 7, Portugáliában 9, Franciaországban 15, Németországban 22 százalékkal esett vissza ezek friss adatok. Sőt, az európai borfogyasztás is 8%-kal csökken. Tehát az európai bornak is csökken a világban a vezető szerepe, úgymond, és hát erre nekünk válaszokat kell adni. A szakértő azért nem látja teljesen reménytelennek a helyzetet, ugyanis ezt az állapotot némiképp segítheti, hogy a Magyar Bormarketing Ügynökség hamarosan indítja a vásárlás ösztönző kampányát. Vannak erre hazai. Programok is, ugye nem olyan rég, közel egy éve, hogy falvi párt kinevezték bormarketingért felelős kormánybiztossá. Tehát még ilyen nem volt, hogy hogy az ágazatunk kapott egy embert, aki igazából ezért felel és, és próbálja segíteni az ágazat munkáját. Ráadásul ugye ez a miniszterelnökség alá tartozik, tehát egy elég komoly mögéállást tapasztalhatunk, és már az első promóciós programok el is indultak. Ha ha ez be megvalósul, már pedig reméljük, hogy így lesz, akkor évi 3 milliárd forintot fog kapni a Magyar Borágazat marketing célú támogatást. Úgyhogy ezzel kell élnünk. Elindultak már különböző videókészítése különböző borvidékeken. Iszakszáron legutóbb nálunk pont a Helyman család látta vendégül a két színész főszereplőt, akik egy ilyen nagyon vagány fiatalokhoz szóló videóval végigvezették a szüretet, a borkészítést és, és hát a családi tradíció átadást. A kampány célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a hazai borkultúrát, illetve növelje a magyar borok népszerűségét a külföldi piacokon.